Hírek délben, jó napot kívánok! Már Németországban is van sertésinfluenzás beteg, egyszerre három. Először egy 22 éves nőnél mutatták ki a vírust. Ő Mexikóból tért nemrég haza, és most egy hamburgi kórházban kezelik. Egy fiatal férfit a bajorországi Regensburgban ápolnak, és megbetegedett egy 37 éves dél-németországi nő is, aki a közelmúltban ugyancsak Mexikóban járt. Németország a harmadik európai ország, ahol felbukkant a kór. Nagy-Britanniában és Spanyolországban is találtak már sertésinfluenzával fertőzött embereket. Az osztrák hatóságok szerint majdnem biztos egy osztrák nő fertőzöttsége is, aki szintén nemrég tért haza mexikói nyaralásból. Magyarországon továbbra sincs sertésinfluenzás beteg. Közben a mexikói hatóságok most már csak 26 halálesetről beszélnek. Ennyi az, amennyit bizonyíthatóan a sertésinfluenza okozott. Más hírek szerint azonban a tesztek csak 7 esetben erősítették meg a H1N1-es vírust. Korábban 159 halottról számoltak be, de többüknél nem bizonyítható, hogy a vírus fertőzte meg őket. Mexikóban most 2500 beteget vizsgálnak, 1300-an vannak kórházban. Mexikó városban újabb korlátozásokat vezettek be. Az éttermekben és a kávézókban mostantól csak elvitelre lehet ételt kapni. Innen indulhatott az egész világot rettegésben tartó vírus. Ezeket a malacokat mind levágták a helyi hízlaldában. Nem voltak betegek, csak elővigyázatosságból kellett leölni őket. A sertés hús teljesen biztonságos. A járvány nem a hízlaldából indult, és semmi köze a húshoz. Ebben a szakértők és a hatóságok is egyetértenek, mondta a farm szóvivője. Ez az 5 éves kisfiú volt az első, akinél bebizonyosodott, elkapta a sertésinfluenzát. De már elmúlt, ma már jól van. Én tudtam meg utoljára. Az orvosok nem akarták elárulni, csak másnap mondta a kormányzó, meséli a kisfiú anyukája. A fővárosban újabb korlátozásokat vezettek be, hogy megfékezzék a vírus terjedését. Az éttermekben és a kávézókban már csak elvitelre szolgálhatnak fel ételt. A Mexikó városi cégeknek 57 millió dolláros kárt okoznak a korlátozások minden egyes nap. Közben a járvány terjed tovább. Közép- és Észak-Amerikában terjed a leggyorsabban. Costa Rican rendkívüli állapotot rendeltek el. De a betegség egyre több európai országban is megjelenik, és Izraelben is találtak már fertőzöttet. Az egészségügyi világszervezet szerint komoly esély van rá, hogy világjárvány alakul ki, de korai volna még kijelenteni, hogy ez elkerülhetetlen. Az Európai Unió szerint nem kell egységes utazási korlátozásokat bevezetni a járvány miatt. Argentinában viszont egyelőre nem szállhatnak le azok a repülők, amelyek Mexikóvárosból érkeznek. Hasonló korlátozást vezetett be Kuba is. Közben sorra mondják le a szobafoglalásokat a turisták a mexikói üdülőhelyeken, pedig a turizmus az ország legfontosabb devizaforrása. Most több fejlett ország is azt kérte állampolgáraitól, ha lehet, ne utazzanak Mexikóba. Több utazási iroda is lemondta a már kifizetett szállásokat és charterjáratokat is. A forgalmas reptereken pedig rendkívüli biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Elmaradt a várt tavaszi szüneti turistaroham Cancúnban. A Yucatán félsziget távol van Mexikóvárostól, mégis tömegével mondják le a szobafoglalásokat, főleg az amerikaiak. Folyamatos a megfigyelés. Nem csak kérdőíveket töltetünk ki az utasokkal, hanem a gépek személyzetének külön is jelezniük kell, ha valakinél a repülőn jelentkeznek a tünetek, mondja a helyi egészségügyi szakember. A turistákat ez nem nyugtatja meg. Ez a New York-i éppen a Mexikóból hazainduló gépéhez siet. Azt mondja, ahol ő volt, ott senki sem tűnt betegnek, de nem akar kockáztatni, így inkább idő előtt hazamegy. A japán főváros repterén már napok óta hőkamerákkal vizsgálják az utasokat. Ma szállt le az első Mexikóvárosból érkező járat, amióta kitört a járvány. A gépet és az utasokat csak nem egy órán át vizsgálták. Az utasok csak ezután szállhattak ki a repülőből. Kedvesek voltak, mindenki megértette, hogy ez egy szükséges rossz, hogy ne hurcoljuk be a kort, mondja ez az utas. Hongkongban egyesével mérik a diákok testhőmérsékletét. Elővigyázatosságból mindenkit arra kérnek, csak akkor utazzon Mexikóba, ha nagyon muszáj. De legfőképp arra kérnek mindenkit, ne essenek pánikba. Túl zsúfolt a város, és óriási a hajó és repülőforgalom, ezért nagy a kockázat. Inkább reagáljuk túl a veszélyt, mint hogy ne törődjünk vele, és a vírus bejusson, mondta a város vezetője.
A Hongkongba érkezőkkel adatlapot töltetnek ki, a fertőzött területről érkezőket pedig mind megvizsgálják. Azt remélik, így ideje korán gátat szabhatnak a járványnak, ha megjelenik a vírus. Itthon megegyezés született a metróvitában, részmegállapodást kötött a főváros és a BKV a budapesti 4-es metró alagútját építő BAMKO konzorciummal. A vitás pénzügyekről nincs megegyezés, csak abban állapodtak meg, hogy a május 1-i hosszú hétvége után folytatják az alagút fúrást, és akkor folytatják a tárgyalásokat is. A BAMKO eredetileg 62 milliárd forintért vállalta a metró alagút építését Kelenföldtől a Baross térig. A cég két hete azonban leállt a munkával is, bejelentette, addig nem folytatja a fúrást, amíg a többlet munkáért szerintük járó 35 milliárd forintot ki nem fizeti a BKV. A közlekedési vállalat és a főváros azonban nem tartja jogosnak a követelést. És most a végén, hogy elmentünk már a legvégső pontig, a tegnapi nap megjött az a levél, ami úgy gondolom, hogy arról tanúskodik, hogy győzött a józan ész. Állítólag őrizetbe vette a bolíviai rendőrség Rózsa Flores Eduardo csoportjának két feltételezett fegyverszállítóját Santa Cruzban. A hírt a bolíviai hírügynökség közölte. Helyi újságok szerint közben beismerte bűnei Toásó előd. A férfit korábban a bolíviai biztonsági erők vették őrizetbe, azzal a gyanúval, hogy társaival együtt merényletet tervezett Evo Morales elnök ellen. A magyar nagykövet viszont azt mondta, a helyi lapok elvileg függetlenek, és azt írnak, amit akarnak, de sem ő, sem a Toásót védő ügyvéd nem tud beismerő vallomásról. Közben megérkezett Bolíviába a pénz, amiből haza tudják hozni Magyarosi Árpád holttestét. A koporsót valószínűleg helyi idő szerint délután indítják útnak Budapestre. 100 napja lépett hivatalba Barack Obama, eddigi teljesítménye alapján ő az egyik legtevékenyebb amerikai elnök. Egyik első intézkedésével elrendelte a Guantanamo-i fogolytábor bezárását és az erőszakos vallatási módszerek felülvizsgálatát. Néhány héttel beiktatása után pedig a csaknem 800 milliárd dolláros gazdaságélénkítő csomagot is elfogadtatta a törvényhozással. Az amerikai elnökök első 100 napját Franklin Roosevelt beiktatása óta figyelik az elemzők. Átül a demokratákhoz Alan Spector, amerikai republikánus szenátor, mert szerinte a republikánus párt túlzottan elmozdult a jobb oldal felé. A pártváltással a demokraták 58 szenátoruk lesz a felsőházban a demokratáknak. Egy minnesotai szenátori szék sorsa pedig továbbra is eldöntetlen a tavaly novemberi választás óta. Ha a bíróság júniusban a demokrata jelölt javára dönt, meg lehet a 60 fős, 3/5-ös többség, amely elegendő ahhoz, hogy elkerüljék az obstrukciót. Vagyis, hogy a republikánusok a törvényjavaslatok véget nem érő vitájával lehetetlenítsék el egy törvény megszavazását. Legalább 4-en meghaltak az Egyesült Államokban, amikor felborult egy turistabusz Kaliforniában. A buszon körülbelül 45 turista utazott, de az állampolgárságukat még nem sikerült megállapítani, csak annyit tudni, hogy többségük franciául beszél. Egyelőre nem tudni, hogy mi okozta a balesetet. A busz Los Angelesből San Franciscóba tartott. Földcsúszamlás döntött le egy házat Olaszországban az elmúlt napok folyamatos esőzései után. Egy idős ember eltűnt, a tűzoltók még keresik. Ő az egyetlen lehetséges áldozat. A környéket ugyanis egy nappal korábban kiürítették, szintén egy földcsúszamlás miatt. Rendkívüli állapotot hirdettek ki Milánó, Bergamo, Como és Lecco környékén az árvízveszély miatt. A Po folyó vízszintje egy nap alatt 3 métert emelkedett. Szicília környékén eközben a viharos szél okoz gondot, a tengeri összeköttetés megszakadt a szigettel. Végül az itthoni időjárásról délután, főleg nyugaton már többfelé lesz zápor, zivatar, az ország többi részén viszont kisüt a nap, de időnként erős lesz a szél. Zivatarok idején viharos széllökések is lehetnek. Délután 17-24, este 11-17 fok várható. Most sporthírek következnek, híradóval legközelebb 2 órakor jelentkezünk az interneten, itt az M1-en pedig 17:30-kor. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!